Eljött a leszerelés napja, visszamentünk a szemináriumba, hát egy más világ fogadott. Új emberek lettek, elöljárók is, a prefektus elkerült a szemináriumból. Sok szép emlékem fűződik ide, és persze fűződnek olyan emlékek is, amelyek nehezek, amikor az ember azt tapasztalta meg, hogy a politikai hatalom belenyúl egy ilyen közösség életébe, belenyúl az én életembe, korlátoz, előír, megkövetel dolgokat, amiket én nem akarok teljesíteni. Ezek olyan események voltak, hogy nem tudom, én akkor mentek ezek a békegyűlések, hogy én menjek el békegyűlésre. Hát nem akarok elmenni békegyűlésre, én békém a szívemben van, és békében vagyok mindenkivel, nekem ehhez nem kell menni békegyűlésre. Hát nem mentünk el, akkor jöttek a békegyűlést, tartók meg szervezők a szemináriumba. Egyik alkalommal be kellett rendezni a termet, hogy az egész szeminárium oda beférjen, legyen mindenkinek széke, és hát én voltam felelős érte. Mondtam, hogy nem fog mindenki elmenni a békegyűlésre, hogy ne legyen botrány. Hát tudtam, hogy hány szék kell, mondom, akkor csak ennyi széket tegyünk be. De hát kiderült, hogy még az is sok volt. Voltak olyanok, amik nehezek, és ennél súlyosabb dolgok, amikor a évfolyam társaim közül olyanokat tette ki a szemináriumból, akik sokkal mozgalmasabb életet éltek, mint én, akik a Regnum Marianum mozgalomhoz tartoztak. Nagyon hirtelen, nagyon gyorsan és megfelelő indokok nélkül tették ki a szemináriumból, ott egyszerre három évfolyam társamat, akik nekem nagyon jó barátaim voltak, nagyon mélyen érintett ez a dolog, és hát tiltakoztam is ellene. Hát aztán úgy többé-kevésbé ezzel a tiltakozással magamra maradva kellett a szemináriumnak a hátralévő éveit végigjárni. Elsősorban inkább a elöljárók között volt olyan, aki a saját előmenetele érdekében vállalt bizonyos szolgálatokat ennek az államegyházügyi hivatalnak. Meg is kapta azt, amit akart, azt hiszem, hogy őt megfizették. Már pap voltam, amikor volt egy nagyon átlátszó, nekem nagyon átlátszónak tűnő kezdeményezés, hogy jöjjek Pestre, Nógrádból egy interjút adni a BBC-nek. Ugye ez egy titkos felvétel lesz, és én akkor ott tudok beszélni a egyszerű emberek pasztorációjáról, meg hogy hogyan megy ez a papi, fiatal papoknak az élete ma. Nem, mert ez egy, biztosan egy trükk volt, csak hogy menjek oda, azt akkor ott szembesülök valamivel, amiből az ember már nehezen vágja ki magát, úgyhogy nem letettem a telefont. Ez 1977-78-as években történt. Élményeim voltak, hogy Mátraverebély Szentkút, az a nagy búcsújáró hely, ahova rengeteg ember jött akkor is, és ott hajnalban már egy gyóntatás volt. 4 órakor jöttek és fényképezték az embereket. Hát mondom, mit fényképez 4 órakor? Hogy a népviseletet, hát mondom, most nincs népviselet. Majd 10 órakor a nagymisén ott lesz népviselet, de most minek fényképez? Hát persze fényképezett tovább. De volt, hogy a mise szertartásba oda ment, megfogta a kihangosító mikrofont, és belemondta, hogy az AH-42-es kérje a hozzátartozókat, hogy jelentkezzenek. Na most AH, tudom én, 42-29 volt a piros zsigulinak a rendszáma, amivel tudom a nevét a százados úrnak, aki járt, és ő volt ott ennek a megfigyelő különítménynek a parancsnoka, ismertük jól. És hát ilyen egyszerű módon adta tudtára a másik 3 rendőrtisztnek, hogy most eligazítás jön, és hogy jelentkezni kell. De ezt nyugodtan ott a mise közben, mise lezárás előtt ezt ő bemondta, mint egy szolgálati közleményt. Bennem félelem nem volt meg azokban sem, akik velem együtt ott voltak abban az időben. Tehát ezt mindannyian tudtuk, ezt úgy gondoltuk, hogy ez örökre hozzá fog tartozni az életünkhöz, és hát csináltuk a dolgunkat.